Az Akácos utca mögötti területen keletkezett a tűz. Azt vettük észre, hogy hát nagy hűs, nagy láng, tanyából kinéztem, akkor láttam, hogy már nagyon ég a tűz, akkor hívtam a 112-t, jöttek is a tűzoltók azonnal, hál' Istennek annyira szerencsénk volt, hogy a szél nem a tanya fele hozta, mert a tanya 30 méterre sincs a nádastól, és ugye, hogyha a szél el, akkor biztos, hogy akkor leég a tanya minden, mert itt az akácba mindenbe belekap a tűz, akkor mindennek vége lett volna, akkor 100%, hogy leég a tanya is. Hál' Istennek meg tudták fogni a tűzoltók, nagyon szépen köszönöm nekik, el tudták oltani. Itt mellettem is látszik minden, hogy az úttól nincsen 5 méterre, éppen, hogy meg tudták fékezni a tüzet, annyira nagy. A leégett terület teljes nagysága meghaladja az 1 hektárt. Nagyon féltünk. Mert ugye, ha a szél megfordul, mert most a lovaskocsi, a lovarda felé fújta a szél, de ha megfordul a szél, akkor itt a házaknak annyi. Szerintem legalábbis. Több szabadtéri tűz is volt vasárnap Karcagon. A déli temetőnél 1000 négyzetméteren égett a száraz fű. A lángok a temető kerítésén belül is pusztítottak. Nem sokkal később az Akácos utcában található záportározóban gyulladt ki a nádas, több foltban, 1 hektárnyi területen. A tűz a közelben álló lakó épületeket veszélyeztette, illetve a sűrű füst miatt a közelben húzódó vasúti sineken csökkenteni kellett a szerelvények sebességét. Még szintén délelőtt volt szükség a tűzoltókra a partos kertben, ahol egy tavat szegélyező nádas kapott lángra 500 négyzetméteren, míg az esti órákban egy kigyulladt szalmabálához kellett vonulni a Kisantal utcába. A tüzek oltását a karcagi, a tiszafüredi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók végezték el.